Köszöntöm kedves nézőinket, Jelics Fanni vagyok. Önök a Dombovári magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban, tartsanak velünk! Új nevet kapott a Dombóvári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Cséri Lajos nevét viszi tovább az intézmény. Autómentes nap Dombóváron, első kerékpár versenyt rendezik meg. Kiállítás megnyitó, majd egész hetes festőtábor Dombóváron. Dombóvári fiatal testépítő, Andrasek Balázs számolt be eredményeiről. Cséri Lajos emlékére névadó ünnepség keretében Dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik tovább a Dombóvári Általános Iskola. Az ünnepi műsorban közreműködtek az intézmény egykori és jelenlegi diákjai, pedagógusai. Tisztelni a múltat, gondolkodni a jelenben, hogy a jövőt építeni lehessen. Ez a gondolat fogalmazódott meg a testületben, amikor elhatározták, hogy Cséri Lajos nevét kapja az iskola. Ez már nagyon rég körvonalazódott bennünk, hogy egy ilyen rendezvényt szeretnék létrehozni, és elsősorban azt, hogy egy nevet szeretnénk iskolánknak. Ha visszatekintek a múltba, akkor az intézményeinket 2009-ben a Dombóvár Város Önkormányzata összevonta két nagy hagyományokra tekintő általános iskolát és egy művészeti iskolát. A nevelőtestületben mindig körvonalazódott az a gondolat, hogy a múltunkat nem szeretnénk elereszteni. Volt itt egy 100 éves iskola, volt egy 40 éves iskola, és bár összeforrottunk egy nevelőtestületté, de a hagyományokat tisztelni szerettük volna, tevékenykedni szeretnénk a jelenben, hogy valamit hagyjunk magunk mögött a jövőnek. Úgy gondoljuk, hogy kell egy név egy iskolának, és nem csak az, hogy a belvárosban lévő intézmény. Ezért sokáig gondolkodtunk, hogy mi az, ami egy közösségé forrasztatna bennünket itt, hogy Dombóvár szívében közösséget építhessünk. És így jött a fenntartóváltás 2022-ben, amely fenntartóváltás során a Magyarországi Evangélikus Egyház irányítása alá kerültünk. Nem nagy emberek nevét szerettük volna felvenni, valami evangélikus személyhez szerettünk volna kapcsolódni, nem Berzsenyihez feltétlen, nem Kossuthoz és nem Petőfihez, mint a nagy nevek, hanem egy olyan helyi személyiséghez, aki irányt mutathat számunkra a jövőbeni munkához, és akihez mi kapcsolódhatunk. Így jött Cséri Lajosnak a neve és Cséri Lajos munkássága. A legnagyobb megtiszteltetésünkre a család hozzájárult, hogy iskolánk a Cséri Lajos nevet vehesse föl. Úgyhogy 2024. szeptember 1-től a korábbi Dombóvári Evangélikus Általános Iskola, mint Dombóvári Cséri Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működik tovább. Reményeink szerint a város és a közösségünk szolgára tudunk lenni ebben a feladatban. Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke is részt vett az eseményen. Minden intézmény életében vannak meghatározó mérföldkövek. Már eleve évente az a ritmus, hogy tanévnyitó, tanévzáró, istentisztelet, és a magunk életében is egyébként teremtettségünknél fogva heti rend. Vannak napi programjaink, aztán pihenés, heti programjaink, aztán pihenés, ünnep, istentisztelet, és ez egy különleges alkalom, mert a kettő összefonódik, hiszen egy névadó istentiszteleten voltunk együtt, abban az evangélikus templomban, amit éppen 94 éve, ma pontosan 94 éve szenteltek fel,
és amelyet az a Cséri Lajos építetett, és ő maga is kétkezi munkával alapot ásott a templom oltár mögötti falazatának alapját, ő maga saját kezével ásta ki, aki egyébként nem csak a templomot építette, hanem a gyülekezetet is szervezte, és 45 éven át szolgált itt Dombováron, és az ő töretlen hitére szeretnénk emlékezni, és előtte tisztelegni, és szeretnénk azt, hogy azokat a gyermekeket, akik ide járnak a Cséri iskolába, a dombovári Cséri Lajos evangélikus iskolába, ők mind-mind tanuljanak ebből, és építkezni tudjanak ebből. Hiszen Istennek a hozzánk szóló szava az nem csak évezredekkel, évszázadokkal, évtizedekkel ezelőtt volt erő, hanem ez ma is erőt ad számunkra a mi küzdelmeinkhez, mert nekünk is megvannak a küzdelmeink, és ezeknek a pici gyerekeknek is, akik körülvettek ma bennünket, vannak nehéz gondolataik, nehéz pillanataik, ahol számukra is útmutatássá és egy életre erőforrássá válhat Istennek a szeretetet, békességet teremtő szava. Cséri Lajos a család középpontja és meghatározó személyisége volt élete során. 6 unokája volt, egyikük mesélt róla pár szóban az ünnepség után. Hálás szívvel jöttünk a család újra Dombovárra, ahol gyakorlatilag gyerekkoromban nyarakat töltöttem nagyszülőknél, megtanultam imádkozni, az esti és reggeli imát, az ebéd körüli imát, ahol mindig összejött a család karácsonykor és húsvétkor, és nekem Cséri Lajos a nagypapa, aki mindig mosolyogva, szelíd, szeretettel fogadott bennünket, és volt a család középpontja, az ereje, a meghatározó személyisége. Mindezt nem erővel, hanem valami olyan nyugodt, szelíd bölcsességgel tette, ami azt hiszem most is példa lehet mindenki számára. Csöndben építette a gyülekezetet, és biztosította az anyagi hátteret a családnak úgy, hogy saját kezüleg termelték meg az élelmiszert háború idején, bombázások alatt, az 50-es években. Én azt hiszem, hogy mindenki számára ez példa lehet, az ő ereje, és én nagyon örülök, hogy egy iskolát neveznek el róla, ahol az ő példája, és hát a mostani tanárok és lelkészek az ő életútját figyelemmel kísérve, és példaként hát végül is tovább viszik itt gyerekneveléssel a tisztesség, a becsület, és hát Isten erejével való életeket. De ami még érdekes, hogy az unokatestvérek, ugye orvos, jogász, többség, és egy katolikus pap is van az unokatestvérek között, tehát az evangélikus háttérből, mindegy, hogy milyen irányba, de valahol ez egy ilyen meghatározó küldetés, hogy a gyülekezetet, embereket Isten útján vezetni. 22-én az autómentes nap alkalmából az első Dombovár túr kerékpárverseny és teljesítménytúrát szervezi meg Dombovár városa. Célja a lakosság összekovácsolása, a kerékpározás népszerűsítése és az egészségesebb életmód fontosságának kiemelése. Az eseménynek kiemelt támogatói is vannak, ennek kapcsán szeptember 11-én írták alá a támogatói okiratokat. Dombováron idén első alkalommal rendezik meg az autómentes nap keretén belül az első Dombotour kerékpárverseny és teljesítménytúra eseményt. A versenyen 12 év felett már el lehet indulni. Azt gondolom, hogy egy picikét újdonság lesz Dombovár életében, hogy autómentes nap keretében egy kerékpárversenyt szervezünk. Ez a kerékpárverseny távját tekintve viszonylag egy elég szerény, hiszen 20 kilométerről beszélünk. Dombovár közvetes területén belül próbáltunk egy olyan nagy kört lerajzolni, amelyet mindenki kényelmesen le tud kerékpározni. Nem szerették volna kizárni azokat az amatőröket sem, akik nem kívánnak versenyezni, őket egy túrára invitáltuk. Ez a verseny 22-én délután 15 órakor rajtol el Unarajsfürdőből, 15 óra 15-kor indulnak el a túrázók, és véleményünk szerint olyan 3-4 óra felé szerintem mindenkivel újba fogunk találkozni, és egy pici színes programot is szerveztünk ki Unarajsban. Nagyon remélem, hogy nagyon sok családot meg tudunk mozgatni, és nagyon remélem, hogy hagyományt is tudunk teremteni ebből a versenyből. Örömteli volt az esemény is, amelyen ma délelőtt került sor, hiszen 4 dombvári vállalkozás
azonnal előlépett fő támogatóként, ami számomra visszacsatolás arra, hogy jó úton járunk, a vállalkozók elfogadták a gondolatainkat. Nagyon remélem, hogy hosszú-hosszú időn keresztül, és majd több tizedik verseny is megrendezésre kerül, lehet, hogy ki is növi magát majd Dombóvár közösség határain kívülre, de azt gondoltuk, hogy először próbáljuk meg kicsibe. Mindenkit arra bíztatok, és nyilván az időjárás előjelzők is azt mutatják, hogy túl leszünk az első hidegfronton, 22-én pedig ragyogó napsütésbe várunk minden érdeklődőt Lunarasban. Pap József mesélte el pár szóban Dombóvárhoz kapcsolódó kötődéseit. A polgármester úrtól érkezett egy megkeresés, hogy lesz egy ilyen rendezvény, illetve lesz egy másik rendezvény, majd szilveszek, ugye a hagyványos szilveszteri futás, és támogassuk ezt a rendezvényt. Hát én 67 éve dombovári vagyok, tehát itt születtem, itt élek, itt van a vállalkozásom, és hát, hogy mondom, itt van a vállalkozásom is, és mindenképpen úgy éreztem, hogy ezt nekünk fel kell karolni, és ennyi volt az egész. Tehát ezt nem bonyolítottuk túl. Rendezvény, városi megkeresés, itt vagyunk, dombováriak vagyunk, itt keresjük a pénzünket, itt élnek a családjaink, itt járnak a gyerekek iskolába, hát nekünk ezt támogatni kell. Nekünk ez volt az indítók, hogy itt vagyunk, a város segít bennünket, ugye szeretnénk ezt időnként visszaállni a városnak, hogy tudunk itt dolgozni, tudunk itt lenni, élni, létezni. Gunarasból elindulunk, Rákóczi utcán végigmegyünk, egy nagyon picit érintjük Kapospulát, hiszen ott át tudunk menni a Tűzlepke sorra, onnan visszajövünk újból a főútra, Dombaváron a Józsa-György utcán keresztül, Kórház utca, BK utca, és újba vissza fogunk kanyarodni a Zenyerecsbe, és a főúton pedig szintén visszamegyünk Gunarasba. Mértük ezt a távot, ez előbb is említettem, ez picivel több, mint 20 kilométer, azt mondom, hogy ez különösebb edzettség nélkül is nagyon kellemesen végig lehet túrázni, és ez élvezhető családi program fog Gunarasban megvalósulni. Kiállítás megnyitóval kezdődött az idei festőtábor a Művelődési Ház Majoros galériájában. Az ország legtávolabbi szegleteiből is érkeztek, hogy egész héten szabadon alkossanak közösen. Nagykanizsáról, Nyíregyházára, Szolnokról és sok más településről érkeztek a dombóvári táborba, hogy közösen fessenek. Deák Attilával beszélgettünk, aki az esemény megálmodója. Tavaly került első alkalom a megrendezésre, hagyományteremtés céljával próbáltam ezt a tábort létrehozni, remélem sikerülni is fog. Hát az ötlet az onnan jött, ugye, hogy az internet világában rendkívül sok kortárs festő műveit ismerem meg, de csak a képeket látom és a fotót róluk. És arra gondoltam, hogy nagyon jó ötlet volna, hogy személyes kapcsolatok alakuljanak ki a festők között, és összehívni azokat az embereket, akik hasonló módon dolgoznak, mint mi, vagy utána aztán változtatni egy kicsit a stíluson is. És azt gondoltam, hogy ez jó lehet a városnak is, mert az ide érkező festők viszik város hírét és vendégszeretetét, és jó dolog az alkotóknak is, mert egy bemutatkozási lehetőség nekik ezen a vidéken, és kicsit népszerűsíteni a kortárs festőket, akiknek esetleg nem olyan nagy lehetőség van a nyilvánosság elé lépni. A jövőbeni tervek az, hogy minden évben meg tudjam szervezni, és rotációs rendszerrel működtetni ezt a tábort, hogy mindig új festőt hozni, újat és stílusba is, hogy mindenfajta kortárs művészt be tudjak itt mutatni, és összehozni, és barátságokat, és jó kapcsolatokat kialakítani egymással, és elmondhassák, hogy Dombóváron ismerték meg egymást. Igen, én ismerem őt, és nagyon jól dolgozik, és nagyon jó fej. A tábort azt úgy hirdettem meg, hogy idézőjelben téve nincs okos köztünk. Valamilyen szinten mindenki fest, és azt gondolom, hogy a tükör ugye a külsőmet mutatja meg, aki fest valamit, az a lelkét. És úgy lett megkérdetve, hogy nincs okos ember, tanulhatnak egymástól, ha kérdeznek tőle, akkor csak válaszoljanak, de nem okoskodnak bele a másiknak a munkájába. Tehát én azt szeretném, hogy spontán
ha valakit érdekel egy másik technika, akkor oda megy, és akkor az a kollega segít, vagy elmagyarázza neki, de nincs művészeti vezető, nincs az, hogy mindenki ugyanazt a képet festi. Egyetlen kitétel van, hogy mindenki a saját kompozícióját és a saját témáját kell, hogy megfesse. Nem hozhatnak ide újságot, nem hozhatnak könyvet, albumokat, és akkor festenek azt, vagy én kirakok valamit, és akkor mindenki más szögből ugyanazt festi. Egy szabad tábor, akkor dolgoznak, amikor kedvük van, nincs semmi kötelező, és hogy jól érezzék magukat, és hogy tényleg igazi emberi kapcsolatok alakuljanak ki egymás között. Az alkotások egy részét azoknak a szponzorok, azokat a szponzorokat, akik kiemelkedő szinten támogatták ezt a tábort, megajándékozzuk egy-egy alkotással, a többi viszont a városnak marad itt, szabad felhasználás céljából, akár jutalmazás, akár ajándékozás céljából. Azt tudom, hogy vannak olyan, akik már tavaly itt voltak, de vannak más alkotók, akik már érdeklődtek, hogy eljöhetnek a nyílt napra, mert ők személyesen meg szeretnék ismerni XY alkotót, és szeretnék megmutatni a munkáikat a többieknek, tehát úgy néz ki, hogy egyre nagyobb az érdeklődés egymás munkája iránt. A Dombóvára érkezett 14 inspirálódni vágyó boldogan élte meg a szeretetteljes fogadtatást és támogatást a város részéről. A viszonzás sem maradt el, hiszen személyre szabott képeket ajándékoztak a megnyitó keretein belül. Én nagyon szívesen sorakozom fel az alkotó energiámmal, a kezem munkájával olyan kezdeményezésekhez, ahol azt tapasztalom, hogy adni szeretnének, hogy még többet a közösséghez. És ez egy olyan dolog, amiért én Nyíregyházáról nagyon szívesen elutazom idáig. Már második éve vagyok itt Dombóváron Lovag Deák Attilának a meghívására. Nagyon gyönyörű festmények tudnak születni. Egy olyan alkotótábor is van ez a kezdeményezés kiállítás mögött, ahol egymást segítik a művészek, mert sokszor vagy művésztáborokból, vagy különböző körökből ismerjük egymást, művésztársaságokból, innen-onnan, amonnan, interneten kommunikálunk. Itt viszont lehetőség van arra, hogy egymást segítsük, egymással alkossunk. Voltam a tavainál, de akkor nem volt kiállításunk, és Attilával, amikor egyeztettünk, Lovag Deák Attilával, hogy legyen, mint legyen, akkor azt mondtuk, ha eljövünk, annyi képet hozunk magunkkal, hogy milyen jó lenne megmutatni ennek a közösségnek, hogy milyen sokszínűen alkotunk, milyen sokféle stílusban. Itt az akvareltől, a monokrómon át, a sziloking művészfestékig, itt van minden. Én imádom az állatokat, nagyon-nagyon szeretem őket, és annyira vibráló, gyönyörű színeik vannak, hogy engem mindig ez az, ami úgy elindít, ez az a szikra a színekkel, ami belobbant. De én alapvetően nekem a színekkel van nagyon-nagyon mélységes viszonyom. Nem a formákkal, inkább a színekkel. Sajnos azt kell mondjam, hogy a színek nagyon fontosak, és én az életemben megéltem azt, amikor lemerültek a színek bennem, és az tényleg egy olyan állapot volt, amikor csak feketében, csak monokrómban jártam, és egyfajta terápiát is jelentett akkor nekem ott a festés, és ebből nyílott ki az, hogy az én mottom, hogy a művészet gyógyít. Úgyhogy nekem is van egy saját egyesületem, ahol épp a művészetnek ezt a fajta gyógyítani képes, lelket gyógyító hatását fogjuk kibontani. Andrasek Balázs, a fiatal testépítő EB győztes mesélstábunknak a sikereiről és elért eredményeiről a Maximum Fitness Klubban Dombóváron. Ez a sport egyfajta életérzés is, és nagyon könnyen mindennapi rutinná válhat az ember életében. Balázs már évek óta ebben a sportban találja meg önmagát, amiről büszkén beszélt találkozásunk során. 2015-ben kezdtem el itt a Maximum Fitnessbe dolgozni. Gyakorlatilag összekötöttem a hobbimat a munkámmal, és amikor egyszer úgy láttam, hogy talán már megérett a fizikumom arra, hogy egy ilyen versenyszintet elérjek, akkor kezdtem el először gondolkozni abba, hogy versenyzés. Én először az erőemelésbe kezdtem, ott egész jó eredményeket értem, és 2022-ben nyargaltam át a testépítésre, kedves feleségem unszolására, és igazából 2024-ben, azaz a most tavaszi szezonban voltak a legnagyobb sikereim, három versenyen indultam, a VABB-nak volt egy ilyen országos versenye, ott sikerült profi státuszt is szereznem, ez azt jelenti, hogy a VABB-szövetségnél én most már csak a profik között versenyezhetek,
illetve a HBPF szövetségnek volt egy magas pénzdíjas versenye, ez a Perfect Body, ott sikerült abszolút első helyet szereznem, majd pedig másnap a WBPF Európa bajnokságon szintén egy abszolút első helyet sikerült megkaparintani. Maga az edzés részét azt mindenképpen szeretni kell, és én nem is tudom elképzelni magam, tehát versenyzés nélkül is ugyanazt az edzés munkát szeretem elvégezni. A diét az egy másik kérdés, az szerintem sarkalatos, bár ebben a sportban igazából muszáj ott is 100%-ot teljesíteni, de ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy csak a versenyek közelettével szigorodik ez a diéta, és nyilván ahogy megyünk a versenyek felé, ott ugye szigorúbb lesz. Gyakorlatilag az, hogy mikor kell versenyezni, azt én így nem szoktam magamnak megfogalmazni, mindig amikor úgy érzem, hogy egy kicsit tudok jobbat vagy többet mutatni, mint mondjuk az előző szezonban, akkor ráveszem magam egy ilyen felkészülésre, és akkor egy 2-3 versenynek célzok, mondjuk egy ilyen tavaszi vagy egy őszi szezon keretein belül. Az idén már nem tervezi ugyan, hogy versenyezni fog, ugyanakkor jövőbeni tervei már vannak. Úgy gondolja, a pihenés hozzátartozik és elengedhetetlen része ennek a sportágnak. Viszont jövőre mindenképpen szeretnék megcélozni egy NPC profi versenyt, ez a testépítésnek, illetve a testépítő szövetségeknek a csúcsa, és ezzel még egy szintet ugrani, hogy hát ha van még benne ennyi. Vannak testépítő növendékeim is, akik most ősszel fognak versenyezni, illetve még nekem az erőemelés az egy ugyanolyan szívügyem maradt, attól függetlenül, hogy már nem versenyzek benne, és erőemelésben is rengeteg emberem van, aki magyar bajnok, világbajnok. A mostani Cytec Muscle Beach-en ez egy ilyen szabadidős verseny, ott enyém volt a férfi, a női abszolút győztes, de egészen olyan embereket is foglalkoztatunk itt a Maximum Fitnessben, akik nincsenek versenyzési céljai, csak rekreációs vagy szabadidő eltöltés szempontjából járnak ide. Az evangélikus istentisztelet a névátadó ünnepség kapcsán megtekinthető lesz a Tolnatáj televízió csatornáján délután 15 órakor vasárnap. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!